Nekem sem sikerült beészíteni a 42.9-et, úgyhogy... Most az, mielőtt bejelentkeztem, azelőtt dobtam el a kormányt úgy, hogy az utolsó szektor csiki-csukia előtt már visszapillantomba láttalak, és az Istennek nem sikerült úgy bevennem a célegyenes ráfordítót, hogy ne legyen jobb a kigyorsításod. Basszus. Bocsánat, de alig van hangom. Nem gond. Közben kimentünk élesre. Mehet a sorsolás? Aha. Hát egy... Sepangrat ebből. Sepang még nem volt, ugye? Nem. Az még nem. A Grand Prix, ugye? Gondolom az, hogy ha külön nem most volt betűvel, nekem kell azt betenni, igen, Grand Prix. Jó, nézzük csak kinek mit kell beállítani. Aliho. Hello. Akkor egyszer nekem van egy 81 kiló, ja igen, az benne van. Aztán van egy 90. Norbi 90, az igen. Az a max, nem? Aha. A százas a max. Százas. Igen, százas a max. Akkor legyen 100. És akkor még Tamásnak van 61, és másnak nincs bünti. Tamás 61. És Csabának most nincsen. 89, 60. Ja, azért volt korábban grip position, mert volt valami új indításunk. Csak practice. Kvali. 15-15. Elindul. Akkor megcsinálom még az adminisztrációt. Akkor leaderboard. Át kellett adni mégis Norbinak az első helyet. És akkor Tamás van még. Egy harmadikkal a többieknek nincs. Még volt javítás, nem néztem. Uh-huh. Mennyit sikerült? Én, hát ugye Norbi ma csatlakozott be, aztán Gyuli szépen átvette 43.182-vel, de 49, vagy 42.9 valamennyi is lehetett volna az elméletie. Aha. Én második lettem 43.371-jel, te meg akkor harmadik 43.464-jel. És tudtam, hogy mit szedtél össze, hogy? Nem tudom, mert a családban senki nem, már úgyhogy zombi meg katkának semmi baja. Lehet, hogy én a repülőn fáztam meg, és hogy ez egy ilyen megfázás. Költünk hazafele 6 órán keresztül a... mi az már a vészkijárat
ajtajában ültem, mert oda szólt a jegyem, és éreztem, hogy ott szinte lefagy a jobb oldalam, hiába párnáztam meg, takaróztam a lábamat meg a vállamat, meg aztán egy jó 20 percet álltunk hajnal 3-kor a budapesti felégyi vasútállomáson, meg utána 3 óra haza a vonaton, megint csak hidegbe. Szóval lehet, hogy neki mesztebbe. Mm. Mert hogy más nem volt így a környezetben, és a többiek se kapták el. Múlt hét keddestére jött, 2 napig volt lázom, aztán utána a zsebkendőpusztító orfolyás, meg ez a torkomat piszkálja mindig a slime, egy kicsit aztán azt öröktet. Hát akkor masszívan megfáztál. Igen. Fáztál. Hát ugye, nem amit beszéltük, a reptérre menet lerobbant a kocsi alattunk, aztán mákunk volt, hogy a benzinkútra pont egy ilyen 40 perc állás után befutott egy ismerős családkatkának, egy régi ismerőse, akikhez gyorsan átszúcsoltunk, aztán ők vitték ki a reptérre, és épp a kapuzárás előtt beestünk. Akkor jól indult. Igen. És tudod, így egyből leforgott előttem a végső állomás, vagy melyik volt az a horrorfilm, amelyikben a sorsot meghekkelve jutott oda valami máshoz, és tudod, passzus, hanem a sors akart, hogy lerobbanjon a kocsi, és ne érjük el a repülőt, mert az le fog zuhanni. Mi meg most hát meghekkelve. Mégis csak elértünk oda. Ja, életben sok ilyen szitu, hogy ezt most vegyem jelnek, vagy ne. Igen. De végül is ott minden jól alakult utána. Négyen leszünk? Elég sokan megfáztak, hogy valami vírust elkaptak, mert 4-en mentek Pestre múlt hét előtti szerdán. Péntekre mind a 4-en rottyon voltak. Lazányozó jelmekben. Micsoda? Tamásnak válaszoltam, hogy még lazányozó jelmekben. Igen, nem tudom, hogy Csaba jön-e. Már megy a izé? Igen. Én sem beszéltem vele. Ja, én most látom, hogy Szepang lesz, akkor lemaradtam a... Szepang, igen, mert a én sorsolás... Én meg ülök itt, hogy mikor sorsolunk meg. Én azt mondtam, hogy utána adminisztráltam le. Hát ez egy nem szeretem pálya. Nekem volt ilyen gondolatom, de aztán végül nem dobtam be, hogy mi lenne, hogyha, mit tudom én, kiválasztanánk a maradékból 3 olyan pályát, ami fasza, és akkor abból sorsolnánk. Na mindegy, de az már ilyen kiskapus lett volna. Rájöttem, hogy nem szeretem az én nagyon hosszú egyenesekkel tarkított pályát, mert nekem nem megy olyan jól a kigyorsítás. Csak sokat tudok veszteni. Első kanyar kombinációk, ez undorító nekem, ez nem tetszik. Thank you.
Mit szóltak a Hamilton Ferrarihoz? Hát én amit mondtam. Csak amikor berogta, nem is tudom, kidobta be a csoportba, akkor még nem volt tuti. Akkor még csak pletykák voltak, nem? Igen, igen. Hát nekem csak annyi, hogy basszus, hogyha ez behúzza a 8. világban aki címet a Ferrari-val, az akkor nem tudom, tökön szúrom magam. Hát mondjuk a Ferrari az utóbbi lassan 20 éve már gondoskodik arról, hogy valahogy mindig elcseszik, szóval... Hát igen, lehet ebbe bízni, csak... Nem értem. Hát... Én nagyobb esélyt látok arra, hogy így sem semmi nagyobb előrelépés. És mondom, amit írtam is, hogy Ferrari-nál igen, persze megmutathatja, akkor nagyon nagy valami lesz. Ilyen mindent egy lapra eltevős játéket lehetett ez, de ha azt nézem, akkor már most a Mercedesnél sem bírt úgy a fiatalabbal. A Ferrari-nál Leclerc már ott van, mint benfentes, fiatalabb is nála, szóval lehet, hogy csak ilyen... Hát igen, meg hogyha... Ha, lesz. Hát ha az nem is, de hogyha kap maga mellé igazi világbajnok alapanyagot, mint pilóta, akkor azért meg tudják izzasztani, meg akkor nem olyan egyértelmű a dominancia. De valljuk be, azért Bottas nem volt az. Rosberg az abban az évben mindent feláldozott azért, hogy sikerüljön, meg azért azt hiszem akkor Hamiltonnak se volt minden oké, és az autójával sokszor. Úgyhogy nekem az nem tetszik, hogy azóta, mióta ugye kijött ez a hír, gyakorlatilag úgy cikkeznek, meg beszélnek erről a dologról, mint hogyha ez már most márciusban így lenne. Ja, ez közben egy év múlva lesz. Ja, igen, tehát hogy már temetik Sainzot, meg nem tudom, tehát hogy ilyen fura az egész. Hát mondjuk arra kíváncsi leszek, hogy Sainz az autó bemutató mennyire fog vigyorogni. Hát igen, de mondjuk ő meg nem tudott megegyezni a Ferrari-val. Mondjuk lehet, hogy megegyezett volna majd a év vége felé, mondjuk ez tény, hogy egy elég szokatlan időpont a bejelentésre, meg a váltásra, meg mindenre. Van majd 2-3 kanyar, amit fingom nincs, hogy kéne venni.
Jó, de hülye vagyok, nem passza meg. Zuli nem azt várja, hogy jelentünk.
Hallottak meg mindig? Igen. Igen. Kapés. Bár új füles nem van, úgyhogy tesztelgetem. És hát ez az első bevetése. Ja. Miért? Miért? Szedtél? Vagy szedtél? Szereztél? Ez egy JBL Quantum 910. Hát ez nem sokat mondott. Azért, tehát eddig egy ilyen Bluetooth-os fejhallgatóm volt, ami nekem volt külön mikrofonja. De például a streamekbe észrevettem, hogy ha mondok valami rövid szót, hogy oké, okay, vagy köszi, akkor nem igazán hallatszik. Gondolom azért beálltam a Bluetooth-nak, vagy a fejhallgató, hogy kikapcsol, és akkor csak hangra kapcsol vissza, vagy valami ilyesmi. Ez olyan kicsi, hogy zajnak leszik. Lehet. És néztem egy, vagy kerestem ilyen fejhallgatókat, hogy mik vannak, és próbáltam olyat találni, ami ilyen gaming dongle-ös, vagy az a USB dongle-ös, illetve kábeles csatlakozásra is van. Ez tud Bluetooth-t is. Illetve ilyen, az a mikrofonja ilyen felhajtató, meg lehajtató, és akkor ha felhajtod, akkor nyújtol téged. Úgyhogy ezek voltak a kritériumai, és ezt találtam. Igazából ez volt, hogy ez volt az egyetlen, amit találtam. És egy szerencsére céges kedvezmény is volt, mert van ilyen céges kedvezmény programunk, úgyhogy egy 40 eurót voltam bele, az nem tudom, ilyen 14 ezer forint körül lehet. Ez jó, de amúgy meg tök jó a hangja, szép tiszta. Oké. Nem hallunk. Írta, hogy Ádi miatt nem. Jaj. Mennyiben nyakja? Hát ez most még a kvali. Ja, jó. Hét kör.
Halló. Ali. Elvileg most már itt vagyok. Kicsit csendesen, de itt vagyok. Hogy ilyen kevesen vagyunk. Nekem amúgy vannak problémáim a pályahatárokkal. Na, hello. Úgyhogy csak én meg kint voltam vízért. Semmi gond. Én éppen próbálok körbe találni a pályán, de nem megy olyan jól. A pályahatárok nem a barátaim. Az meg. Jó, akkor ennyi volt. Jó, megyek még egy kör, de... Hát már nem. Már nem. Liter elég kb, nem? Kérdés. Ő 16-os. Kör. Kevesebb, mint 7 kör elvileg. Kettő, tizenöt.
Hát, gyorsan szóval. Hat egész hat. Aha. Hát akkor a hét körbe kell kendőre kell. 19-20 liter. Ja. Na, sikerült, nem elrontam. Megvan az első helyen? Hát úgy tűnik, hogyha nem veszik el utólag a pályahatárok. Én 6-92-t. Ez a rajt sorrend? Ez a rajt sorrend, jó. Igen. Hát most nem fenyegetett a veszély, hogy előről induljak. Engem sem fenyegetett a veszély, hogy ettől előrébről induljak. Pedig mondani akartam volna, hogy, hogy Norbi, István, menjetek, mert ti még harcoltok az első helyért a bajnokságban. Hogy is van a launch control? Oké. Okay. Na, passzom a anya, nem tudom bevenni soha. Ezzel is. Nekem ezzel is van bajom. Ezzel van a legtöbb baj. Ja. Azért, mert simán lehetne állítani szerintem a kormányzáson úgy, mint Makaóban, mert annyi ilyen buzi visszafordító kanyar van. Szerintem én szimplán későn is kezdem el befordítani, tehát hogy...
Hát csak egy kicsit gyorsítalak. Nem kérem, köszi. Ajjaj! Nekem ezzel a kanyarra van, hogy megyünk meg. Amiből most kijöttünk. Kurva. Ezt a visszafordítót is rendszeresen átkúrom. Mi a tosz? Akkor úgy látom, nem csak nekem van bajom a pályahatárokkal. Anyádat, nem vágtam le semmit, hát beszaró!
tesz, ha még itt vagy, és hallasz. Nem tudom, mi a fekete a képernyő, de majd visszanézésből jó lesz. Legközelebb a streamernek megpróbálom megcsinálni. Hát ezt kapcsolod be a monitort. Is. Valami jó BS tudsz vagy. Valóságos van. Csak az OBS, tudom, hogy az még a VR-osok részletek meglepetéseket tartogatni. Még ez már nagyon régóta fennem. Nyadasul ez a Streamlabs, nagyon sima OBS. Még egy ilyen modult verzió. Amúgy azt komolyan mondjátok, hogyha megtartom a negyedik helyet, akkor én leszek a vonatba az első a következő futamon. Szerintem ez a veszély nem fenyeget. Úgy hallom, mindenki nagyon meg van elégedve a játékkal. Repárod a szélébe lakom. Ahogy kell. Ledokkolt. Beállok a felásba, megkapom az utolsó helyet járó pontokat? Meg. Látod, Szilárd kiálltál a garázsba, azt egyből el is kúrtam. Láttam, és ez még benne is lesz a streamben, mert pont rád kapcsoltam a kamerát. Na, akkor büszke lehetek magamra. Azaz. De amúgy faszom, hogy egy értelmes pálya nem volt az egész szezonban.
Suzuka. Jó, Suzuka jó volt. De hogy ilyen rohadvány, hogy race room részvé, aztán a másik dimbes dombos lópasz. Ez is ilyen dimbes dombos lópasz. Mondd, Szilárd, mit vettél észre? Nem, csak látom, hogy nagyon megy a fight elő. Ja, én csak az időkülönbségekből látom meg, hogy Tamás 14,5 perce arra autózik, hogy valamelyik ő kicsit jobban elbassza. Igazából nem, én arra autózok, hogy mind a kettő elbassza. Pász meg, kifogyott az üzemanyagom! Kurva Isten! Hát én nincsen. Én nincsen. Na jó van. Szerintem bassza meg. Tamásnak majdnem összejött, hogy mind a kettőre elcsesztett. Ja, Tamásnak majdnem összejött. Jó, ez csúnyán hangzott, nyilván nem erre vártam, de... Az egy jó ötlet van. Nem, de hogy is. Túlságosan nem... És... Nem, mint hogyha tudtam volna tartani a tempót, de... Valamikor igen, valamikor nem. Nekem a konstans... sebességgel van a problémám. Nekem mindenféle sebességgel problémám van. Mennyire állítottad István a Benyát? Hát a 7,2. Kurva anyjában. Még azt hallom, hogy most te indulsz akkor elsőnek. Ja. Nekem a 19 liter éppen kibírta. 19-en voltam én is. Jó, 7, de... 7 kör, vagy 7,2 kör. Jó, csak én ugye rengeteget gurultam be. Hát én... meg ez meg is kilépe. Rohadj meg! Addig nem, mert csinálj semmit, még nincsenek a faszomnak vége. Még vissza nem számol. Nem, addig semmit nem tudsz csinálni. Hát meg azért tényleg volt csiki-csuki elő, aztán az jobban ette ja. A benzint. Jó van. Szerintem toljátok le a másikat. Én nem vagyok most olyan állapotban. Jobban kiborított. Mi ez a rajtsor?
Hát gondolom azt, hogy Pisti nem ért be is azért. Vagy lehet. Mm. Mert Pisti, te ki is léptél? Hát ez az, hogy kilépett ez a pos. Hát indítsd újra. Voltam, nem tudtam, hogy hova lépjek. Indítsd újra. Második futammal. Simán. Volt már ilyen. Jaj. Hogy van a rajtsorra? Te vagy elő. Te vagy elő. Nekem ez a fordított rajtsorrendig mindig kínai, de mondjuk soha el sem olvastam, hogy működik. Ez az első négyet fordítja meg. Ah. Ó, csak jobb az meg elszállt az összes kibaszott kurva esély, bármi is legyen ennek. Amiért a kurva geci előrejelzője hely. Mi miatt? Rohadj meg! Ki a második? Én vagyok a második. Zoli, neked mi a izéd? Meg valami. Jó, megvan. A második... Tamás. Második lettem, ha... Akkor harmadik helyre, nem? Igen. Ha. Hmm. Meg hogy tudjam elengedni ezt az egészet, minél nem éljek, aztán iszok egy felest. Megvárjuk. De az azonosítókat olyan nehéz megtalálnom. Jó, ötödik meg a Szilárd, ugye? Igen. Akkor egy perc van a bejelentkezés. Ok. Elvileg indul a szerver. Oké, és? Az meg. Pisti azt láttad, vagy aki még néz Forma 1-et, hogy Christian Horner ellen belső vizsgálat folyik a Red Bullnál? Én csak ennyit olvastam, de tovább, tehát nem néztem meg, hogy miről szól a cikk. Nem maradtál semmiről, mert semmiről nem szól a cikk. Még nem hozták. Nem, ez ilyen clickbait. Nem, még nem hozták nyilvánosságra, de elvileg dick pic-et küldött az egyik női alkalmazottnak. Hát csak nem. Erre nem mondok semmit, mert ugye kim van a neten, de... Kurvanyád, meg nem változtatlak, 25 literrel mész, azt ott tegyen meg a fele. Ja, most meg kell? Megint? Hát, igen. Nem, csak hogy... Ja. Hát, tehát, hogy elvesztette az előző beállításokat, hogyha arra gondoltam. Igen, ez lett volna a kérdés. Én még nem tudtam belépni. De már bent vagy? De most, igen. Kön meghagyta. 20. Kösz mi? Na, zsámol.
hogy a művelt magyar mondja, Zámó. Meg csak nem ittam meg a nyugtatómat, újra meg mindenem. Majd hát, ha megnyugszom. Maradjatok le, jó, és akkor lenyugszom. Ezt figyelj, szennázol egyet. De nem tudsz, ne vagy elő. Bearinglockot növelni kell, hogy jobban vegyek a nyarokat, vagy csökkent? Hát, én már így hagytam. Ja, én hogy jobban vegye, növelni kell. Növelni kell ahhoz, hogy felvittem jobban vegye. Jó, az csúnya lesz. Én hagytam úgy. Just for fun. Akkor az erősen just for fun lesz. Hát ez így... Jézusom... Kanyarodik is már az autó, mi? Hát... Az nem is kicsit. Hát ez így kurva jó lett. Na, akkor megyek az első helyre. Vigyázzat jövök. Én vigyázok, Szilács. Oké. Okay. Én is próbálok. Oké. Okay. És tényleg kurva jól kanyarodik az autó. Tudok benne, mint a hülye. Csak szerintem basztod. Az anyját esküszöm. Hát ez nagyon kellett ez a steering wheel max. Nem fonsz kalácsot? A kezeddel? De, ugyanúgy végig kell tekerni a kormány, de el is kanyarodik az autó. Ja. Ez a 90 kiló. Igen. Ez engem megvéd most. Ajjajjajjajjajjajjaj. Elfordultam meg éppen időbe. Igen. Nem vagyunk rasszisták, de a feketék mentek előre, a sárgák meg hátul maradtak. A sárgák pályáján. Enélkül a mondat nélkül még megmagyarázható lett volna, mondtam. Próbáltam a radar képét figyelemmel kifélni, és így nem volt baleset. Ja, jó. Ez már egy buzikanyar. Hát ez az, meg ha már itt tartunk, buzi voltam, egy kitalálta is. Árga buzi. Ki megépítette, az nem tehet semmire. Hát, aki megy rajta.
Hát, az a legbozibb. Mondjuk azért sok Form 1-es pálya után ezt visszasírnánk. Ja, hát a sok utcai lófasz után igen. Jó, hogy nem mennek már bazd meg egy kört Las Vegasba valamelyik kaszinónak az egy nagy termébe. Ja. Hát igen. Mondjuk, ha Debrecen így fejlődik, lehet itt is lesz Form 1-es pálya. Megyen. Szugrom magam komolyan.
nektek is volt, hogy beblokkolt a kerék és visszaváltáskor üresbe vár, nem pedig sebességbe? Olyan nem. Én már ezt harmadjára játszol el, hogy beblokkol a kerék kerékezés, mert hármasból várnék vissza kettesbe és üresbe rakja. Valakinek esetleg ilyen 5 liter üzemanyaga, vagy kevesebb nincs? Nincs, nekem 7 van. 6,2. Ó, hogy a faszom legyen a fogkeféje annak, amely kitalált ezt a két szájba tekert útvaros faszú cigánykanyart. Nem baj, nekem az felér egy győzelemmel, hogy a 15 percből 10 percig idegesítettem Norbi. Szilárd, én már csak azért viszem végig ezt az egy kört, hogy elmondhassam, hogy célba értem. Hát kevés, mert ha nem viszed végig, akkor volt verseny. Na. Szerintem Norbi csak egy ilyen körönként 2,5-3 másodperccel tartottam fel. Biztos kimondottan örül. Valószínű. De semmi szabálytalan nem csináltam amúgy, csak szokás szerint széles volt az autó. Úgyhogy legalábbis szerintem nem csináltam semmi szabálytalan. Nem, teljesen jó volt. Nem volt őszinte az öröm a hangodban. Hát nem kell ennek örülni, de el kell ismerni, hogy a sportszerű volt.
Jó, most már 2,3-as szorzó van a üzemben. Pálya elhagyásom. Az volt a baj, Norbi, hogy miután megelőztél, utána is belefutottam egy olyanba, hogy még maradt 0,12, és már csak 5 másodpercen volt hátra letölteni. De nekem ez a 10 perc el is vette minden hasznos energiámat, ami volt még már. Célba értem. Hát körönként 2 biztos lassítottam. De szerintem lehet 3 is. Inkább 3. Legjobb kör alapján 2. 2 és 3 között, mert ugye a védekezés miatt ugye szerintem egy plusz 1 másodpercet lehet rászámolni. Azért mondom, hogy szerintem 3 körülbelül. Zoli, neked most akkor volt egy... 2/4 helyen. Okay. Nem, egy 3. meg egy 4. Igen, mert én voltunk versenyben. Kaliba... A 3. voltam. 3. volt a Kaliba. Vagy 5. Nem volt Kaliba. 5. 5. Vagy voltál Kaliba? Voltam, 5. 5. helyről indultam. 4/10 voltam mögötted. Ja, csak a másik meg 2. hely, ugye? Aha. És a Kvali, meg a... 3. Jó. Na, hát akkor ünnepélyes eredményhirdetés a jóisten kukkantja meg. 325 ponttal Norbi lett a aranyérmes. Töltjük ki valami aranyszínnel. Nem tudom, hogy ez lehet az aranyszín. Én maradtam az ezüst, os 318-al, és kijött a Tamás lett a harmadik. Tamás 257 ponttal. Bronz. Nem volt rossz amúgy ez az idény. Nem, abszolút nem. Kifejezetten kiegyensúlyozottnak lehet mondani amúgy így. Tényleg volt verseny által. Nem tudom, gondolkoztatok-e a következő futamokon. Jött-e valami újabb ihlet? Mármint szabály szempontból, vagy autó szempontból? Szabály szempontból szerintem így, már hogyha nem tudom, hogy miben maradtunk, olyan régen volt, hogy maga ez a versenylebonyolítás, ez jó, nem? Szerintem senki jó. Nem tud így begyakorolni, utólag akinek van kedve, az tolhatja a leaderboardot. Az úgyis egyénileg hozza ki a versengést, és aki benne van, az úgyis csinálja. Egy autót meg így megszokunk, és akkor azzal lehet így versenyezni. Ugye volt arról szó, hogy akkor a következő szezonban GT3-as autók legyenek. Legyenek akkor a GT3-as autók? Legyenek. Legyen nekem igazából teljesen mindegy, szerintem én úgyis ilyen alkalmi beugrót leszek.
amikor... emiatt, vagy más? Nem, amúgy is már, mikor elalszik Ádén, akkor jövök, ha nem alszik el, akkor meg nem jövök. Nem mindig van hozzá idegzetem alapvetően. Esténként, meg mindig ilyen, ilyen időpontban mindig ez van. Mindig, aha. Hát olyan fél 9-től 10 óráig, igen. Ja, mondom, hogyha kicsit még tudunk rajta tolni, akkor tolunk, de 10-kor kezdeni már. Halálézé, meg nem is. Nincs is értelme. Úgyhogy én majd ilyen beugrós pilótaként szerepelek. Fixre nem fogom mondani, hogy jövök minden két hétbe, de mikor úgy van, akkor jövök. Jó, jó. Jó, hát akkor marad ugyanúgy ez a fél kilences, ha kell 3-9-es kezdés. Jó? Oké. Oké, és akkor a GT3-as autók közül kvázi bármi választható, ugyanúgy, mint most a WTCR 2017-ből. Kinek melyik jön be jobban? Jó. Ugye? Igen. Jó. Pályák ugyanezek? Pályák szerintem ugyanezek, aztán sorsolunk. Nem tudom, hogy csökkentjük a számot, vagy mivel GT3-as, nem vagy mivel, hanem pont amilyen meg GT3-as, mit tudom én, nézzem át, és ami nagyon inkább WTCR-es lett volna, akkor azt vegyük ki. Támogatom. És akkor annyival kevesebb. Csökkenteni nem kell, én azon gondolkodtam, hogy vegyük-e ki az idei pályákat belőle. Mert ez nyilván nem lenne annyira jó, hogyha nem tudom, a felén ugyanazokon a pályákon megyünk. És akkor ugye most, ugye Zoli is ahogy elmondta, hogy igen, rosszabb kimennének. Pályát letettünk, igen. Még nem volt egy ilyen Spa vagy Monza, meg ilyenek. Jó, jó, csinálhatjuk azt, hogy akkor ezeket kivesszük, meg, mert igen, lehet, hogy érdekes lenne a GT3-mal Macau-ba megfordulni. Hát az legalább gázzal elfordul. Hát igen, ott lehet akkor azzal játszani. Jó, oké, akkor úgy csináljuk, hogy ezek a pályák ne legyenek benne. Kvázi ugye akkor ez azt jelenti, hogy 10 pályával kevesebb, 36 helyett 26 pálya lesz majd sorsolva. Oké, okay. Büntetős új történet így jó volt? Szerintem jó volt, de majd meglátjuk. Hát igen, mondjuk szezon kezdve változtatni az tetszés, de... Igen, tehát most csak arra akartam találni, hogy lehet, hogy a WTCR-esek máshogy... Hogy igen, máshogy reagálnak rá, lehet, hogy ott nem lesz akkora különbsége így. Bár ugye jobban meg úgysebb tudjuk meglökni, hát nem lehet duplázni. Jó, akkor marad így. Jól van. Na akkor, majd ezt leírom a csoportba is, hogy akkor a többiek is tudjanak róla, akkor elvileg meglátjuk majd két hét múlva betervezve, akkor GT3-as verseny. Most nézem, hogy a GT3-asból nekem 7 autó kompletten nincs meg, nem csak színezés, hanem kompletten hiányzik. Mert az a most lett a 2023. Ja, de te hülye vagyok, nem. Az most DTM. Összekeverem. Összekeverem a DTM-mel, igen. Nem baj, hát mondjuk, igen, mert ugye a GT3-ban nagyon sok bekerült, de anya, mindjárt mondom, hogy... Hát van 3 Audi, 2 Bentley, 3 BMW, egy Alpina B6, egy sima M6, meg egy Z4-es. Igen, van a Kelevé Corvette. Van 2 Corvette. Chevrolet Camaro. Chevrolet Corvette, igen, egy Ford GT3-as, McLaren 650-es, Ford Mustang GT3, Mercedes AMG GT3, McLaren MP4, GT3, de ott az ugyanaz, csak igen, ugyanaz. Mi van még? P4-5, Competition, Nissan GT-R, Porsche 911 GT3, és igen, vannak a Bentley-k itt, azok már most lilák nekem. Korábban a Bentley az benne volt, nem? Egy Bentley benne volt, most valami Bentley Evo került be. Ja, hát akkor benne van. Végül is az is. Nem, benne van a Bentley Continental GT3, ott van, igen, az első oldalon. Uh-huh.
Igen, csak bekerült a GT3 Evo. Igen. Igen. Ja, igen, igen, az került be, mint megvehető. Igen. Ez nekem 5 nincs meg, a R8 Audi Evo 2, az M4-es, a McLaren 720-es, meg két Porsche, a 992-es. Még szerintem még van VRP-nk, hogyha valami olyan van, ami nincs meg, akkor azt még be lehet húzni. Hát végül is igen, akinek valamelyik bejön, és azt mondja, hogy olyan, akkor nyugodtan, mert ugye elvileg most szabad a vásár a GT3-as autók között versenyzéshez. Szerintem egyébként nem nagy különbség lehet egy GT3, egy Audi R8 GT3 Evo, meg egy Evo 2 között. Itt maximum az M4-es BMW-t próbálnám ki, mert az M6-os az nekem elég böszme. Én annó kipróbáltam az M4-es, de nem volt valami jó. De kipróbáltam, az hát, ha neked tetszik. Hát nekem most én így a Nordschleife-én próbáltam ki egy párat, időben a Ferrari volt a legjobb. És sajnos a Porsche az nekem nagyon ortolós, meg olyan, ha be van kicsit kapcsolva a menestabilizátor, vagy mi az a traction control, akkor olyan furán befordítja a fenekét, és ez sokszor zavaró. Úgyhogy nekem így a Ferrari jött eddig be. Én is azzal terveztem, nem azért, mert nem feltétlenül azért, mert az a legjobb, csak most ahhoz van kedvem. Van. Ja. Jó lesz ez akkor majd. Halljátok, Dubajba annyi Bentley Continentát láttam. Hát az ott izé, népautó. Amúgy tudjátok, mi a népautó Dubajba? De mint a szemét, annyi van belőlük. A Lexus kurva nagy autójából. Most nem a SUV-ból, hanem a leghosszabb LH350-es, vagy nem is tudom mi az. Uh-huh. Az. De millió. A taxik. Ezek. Meg ugyanígy a Toyotának a Camry-a, ugye az is az a batán adja, meg a Hyundai-nak is van valami böszme nagy autója, de kinézetre hát szinte alig lehet megkülönböztetni a Lexus-tól. A melegbe és a porba kell a megbízhatóság, úgyhogy valószínű ezért. Ezekkel volt találtad. Mint itt van, mit tudom én, régen a Suzuki. Ott annyi a Lexus. Aztán ugye a Bentley-k, a Rolls-Royce-ok, a Ferrari-k, a Mercedes-osztályok. Mercedesből kevés volt, BMW-ből épp hogy csak egy-két szubot láttam. De limuzin nem. Viszont Ford Mustang, meg Dodge Charger, rengeteg. Meg valószínű azt hitték a bérlők, az ilyen vakációzók, hogy akkor ugye azokat kibérelték. Ja, az is lehet, igen. Vagy egy kis V8-ast. Igen. De Bentley-nek láttam nagy SUV-ját is, meg Aston Martin-nak volt több sportkocsija, meg SUV-ja. Mi volt még valami böszme nagy? Ja, még izé, Rolls-Royce-nak. Én nem is tudtam, hogy a Rolls-Royce-nak is van SUV-ja. Van. Szóval Cullinan, vagy mi a neve? És valami pink. Én pink színbe. Úgy rikított ott a tűzőnapsütésbe az a rózsaszín nagy dög, hogy szarás. Na, jól van, fiúk. Köszi az izgalmas estét. Magamnak köszönhettem egy kisebb infarktust. Szakadjak meg. Nem baj, legközelebb jobban figyelek. Ettől függetlenül jó volt a verseny is, meg jó volt a szezon is. Szerintem jókat küzdöttünk, nem Norbi, Tamás, amikor voltak. Jó volt, igen, én élveztem. Várom, hogy milyen lesz a GT3 egyébként. Meg utána amúgy azért is a nyitott, mi az valami formula autó. Hogyha, erre szerintem jó ráhangolódás lesz. Csetnek. Jó van. Na, oké, és akkor... Meg valahogy még egy bónusz tracknek be lehetne csempészni egy Nordschleife-t, szerintem. Vagy az nagyon unalmas lenne egy ilyen, mit tudom én. Hát én figyeltek el csinálni. Két-három kör, az egy kicsit hosszabb, de akár akkor lehet egy futam is, vagy egy kicsit tovább maradunk fenn.
De azt akartam mondani, hogy csinálhatunk egy külön ilyen dolgot, akit érdekel, akkor egy pont nem egy versenynapra betesszük, aztán kész, és akkor megyünk. Ja. Jó. Én nagy Nordschleife, nagy Nordschleife kampányoló vagyok, úgyhogy... Akár lehet ott az összes futam. Meg azt is meg lehet nézni, én nem néztem most fennban, milyen események vannak, de hogy nincs-e alapból esemény, és akkor oda csatlakoznánk be többek ellen. Annak van még jó feelingje. Zolival csináltunk párszor ilyet, hogy ranked részre becsatlakoztunk, aztán a végén mégis tök jó verseny volt. Így nultunk 20-an, aztán vagy ott voltunk az elején az első 5-6-10-be, de azt hiszem itt voltunk, és akkor valahogy annak is meg volt a feelingje, hogy tudod, hogy ott mindenki versenyző. Uh-huh. Jó, megcsináltam. Megcsináltam. Okay. Sziasztok, jó éjszakát! Jó éjszakát! Még én azt megkérdezem, hogy most vasárnap, vagy mikor volt a Daytona 2.4, VTC autókkal mentek a Daytonás pályán, köztük sok magyarral, és az első ötbe négy magyar volt benne. Az igen. És magyar lett az első, és azt hiszem, hogy a harmadik helyet sikerült végül megfogni egy németnek, de a magyarok tolták. És azon a pályán is tök jól lehetett menni, ők Hondával mentek. Még azt hiszem, mindig fenn van a Race Room-nak a YouTube oldalán, rá lehet pillantani. Uh-huh. Jó volt, voltak benne izgalmas kanyarok, kanyarátvételek, megelőzések. Uh-huh. Csak az, hogy ugye az ilyeneket is érdemes nézni, mert szerintem mi is vagyunk olyanok, hogy simán be tudunk csatlakozni egy-egy ilyen versenybe, azért annyira nem toljuk rosszul. Annak is van egy más izgalma, hogy amúgy. Jó, igen, megyek, igen. Sziasztok! Hello.